Pósa Károly könyve Magyar Kanizsára és környékére jellemző írások gyűjteménye. 10 év alatt készült el, és a szerző mementóként szánja az olvasóknak. A hétköznapokon túl az írások arról is szólnak, hogyan képzeljük el a jövőnket. A botlató az a régi paraszt bejárókon, a kapukon egy olyan kis pöcök, ami a kaput megtartja. Ugyanakkor, hogyha a kétszárnyas kaput kinyitják, és átlépünk rajta, akkor néha belebotlunk. Nagyon ritkán, 2-3 évente bele-bele rugunk, nagyokat káromkodunk, és túlmegyünk rajta. Úgy hiszem, hogy az életünkben rengeteg olyan dolog van, ami botlat bennünket, ilyen kis pöckök, amiket észre se veszünk, és én arra törekedtem, hogy ezeket a botlatószerű, apró kis pöcköket leírjam, megfogalmazzam, és másoknak is láthatóvá tegyem. A szerző maga illusztrálta írásait, ezzel saját gondolatait rögzítette képekben úgy, hogy azok illeszkedjenek a tartalomhoz. Aki a kezébe veszi a könyvet, az felismerheti benne a kanizsai tartalmat és a vizualitást is, állítja a szerző.